Hello mindenki! Ahogy már a Canon és a Nikon digitális tükörreflexes gépeket bemutattam, úgy itt az ideje, hogy sorra kerüljön egy másik régi és nagy gyártó, illetve régi, de nem olyan nagygyártó a Pentax. A nem olyan nagyot természetesen csak az eladások tekintetében értem, hiszen a Pentax az elmúlt majdhogy nem száz év alatt igen sok mindent tett már le az asztalra, még a digitális világban is, Függetlenül attól, hogy nem egy olyan gyártóról van szó, sőt, a gyártó kifejezés már enyhe túlzás vele kapcsolatban, ugyanis a Pentax már csak egy márkanév, de tegyük azt hozzá, hogy egy jól csengő márkanév. A jelenlegi kisfilmes vagy a kisfilmestől kisebb tükörreflexes digitális piacon körülbelül 5 modellt tartanak éppen forgalomban, de ez az a cég, amely kipróbálta magát a középformátumban is. Egy picit erről is lesz majd szó. Ahogy mondtam, a Pentax nem ma kezdte az ipart. 1952-ben az elsők voltak Japánban, akik kisfilmes tükörreflexes fényképezőgépet gyártottak, akkor még Asahi néven, aztán később az 50-es évek második felétől mindezt pentaprizmás változatban is gyártották, és innen jött az elnevezés az Asahi Pentax. Aztán a fényképezőgépeiken nagyobb betűkkel már csak ez a Pentax szerepelt, és végül levedlették az Asahi nevet, és maradtak csak Pentax, Viszont maga a cég Körülbelül 2006 környékén a japán hoja befolyása alá került, legalábbis a felvásárlás befolyást jelent, elég nagy befolyást, majd aztán körülbelül a 2010-es években megvásárolta a RICO cég, és jelenleg is a RICO cégnek egy brendje, ami manapság már csak megint egy márkanév. A Pentax jelölést, vagy a Pentax márkanevet a digitális tükörreflexes fényképezőgépeikre, illetve a MILC fényképezőgépeikre aggatják jobbára. A digitális vonalon is viszonylag régi versenyzőnek számít a Pentax, hiszen körülbelül 2000 környékén elkezdtek promózni még egy ilyen bemutató modellt, ami még csak egy ilyen koncepciós modell volt. Ez volt az MZD fényképezőgép, ami egy 6 megapixeles full frame fényképezőgép lett volna, megelőzve akár a nagyobb gyártókat is, de az egészből nem lett semmi, soha nem került forgalomba az MZD modell, aztán 2003 körül valóban belevágtak a digitális tükörreflexes fényképezőgépek gyártásába a Csillagiszt D modellel, vagy fogalmam sincs, hogy hogyan kell ezt ejteni egyébként magyarul, ez a Starist D nevű széria volt, amiből legalább 5 félét hoztak ki a 2003 3-tól 2006-ig terjedő időszakban, hogy aztán a régi márkanevüket elővéve a K sorozatot erősítsék. És 2006 óta K megnevezéssel jönnek ki a digitális tükörreflexes fényképezőgépeik. Az elején még viszonylag könnyű volt behatárolni a gépeik kasztjait, kategóriáit, hiszen mindössze kétféle volt. Volt egy olcsó belépőszintjük, meg volt egy valamivel drágább középkategóriás szintjük. A belépő szint volt a K100-as sorozat, a középkategória pedig a k 10-es sorozat, és általában a Pentaxnál, ahogy más gyártóknál is, Minél több számjegyből áll a fényképezőgép neve, típus neve, annál alacsonyabb szériás. Tehát az ezres széria általában a legalacsonyabb széria, a százas valamivel nagyobb, a tízes általában már a közép vagy a felső közép kategória, és az egy számjegyű gépeik, Különös tekintettel az egyessel kezdődő gépekre általában a csúcs szériát jelentik, vagy legalábbis valami félprofi-profi profi vonalat. Nem is volt olyan különösebb probléma, legalábbis az elnevezések terén. A százas után jött a kétszázas, a tízes után megjött jött a huszas. 2008 körül kezdett egy kicsit differenciálódni, nehezedni a Pentax elnevezések katyvasza, amikor megjelent a... K100-as sorozat alatt is egy másik széria, az abszolút belépő szint, pici, viszonylag egyszerű gépekkel. Ez volt legalábbis az első modell, a KM, amit Amerikába K2000 névvel illettek, ugyanis akkor volt már kinn a K200, meg a K20, tehát ha ez K2000, akkor ez az abszolút belépő szint, így már három fajta kaszt volt a Pentaxnál. Ezt a KM-et követte aztán 2009-ben a KX, aztán pedig 2010-ben a KR, és már nem nagyon tudtuk, hogy körülbelül merre járunk, mert közben már kijött a K7-es, ami a K20-as és 10-es fölötti modell volt, aztán tovább bonyolódott a helyzet. De mielőtt úgy igazán belezavarodnánk, mert én már el is kezdtem, nézzük meg, hogy hogy áll a Pentaxnál jelenleg ez a szintrendszer, milyen modelleket tartanak jelenleg a piacon, és ezeket körülbelül hova lőhetjük be legalábbis így kaszt szempontjából. Az alsó belépő szériát képviselik a KS gépek néhány évvel ezelőttről. Ezek körülbelül a KM, KX, KR vonalán futnak, de azért a megnevezésükből látszik, hogy egy picit más széria, egyszerű, kicsi, viszonylag sokat tudó, de alsó kategóriás gépekről van szó, aminél jelenleg a KS2-es modell a nyerő, vagy az épp futó modell. Ez a legolcsóbb Pentax, amit megvehettek tükörreflexes fényképezőgépbe. 20 megapixeles APS-C szenzorral jött ki, aminek egy érdekessége, és az a Pentaxnál majdnem minden gépben, vagy most már minden gépben alap, hogy nincs előtte alul áteresztő szűrő, legalábbis a szenzor alatt. De viszont van egy szimulált lehetőség, vagyis szoftveresen szimulálhatjuk az aluláteresztő szűrőnek a picit kép elmosó hatását. De mondjuk ezzel kikerülhető néhány képhiba. Ha nem szeretnék ezt szimulálni, akkor egy nagyon szép 20 megapixeles, elég jó felbontású képet kapunk végeredményül, és már ez a gép, függetlenül attól, hogy milyen olcsó, jelzi a Pentaxnak nagyon régóta, évek óta vitt irányvonalát, hogy egy picit mindig többet szerettek volna adni adott árért mint általában a nagyobb vagy a többet eladó gyártók, mert ebben a pici kis gépben, vagyis a KS2-ben, az abszolút belépő szintjükben már olyan profinak mondható, vagy legalábbis a profi a magasabb szériákból lecsorgott nak mondható tulajdonságok, szolgáltatások jelennek meg, mint például a 100%-os lefedettségű kereső, az optikai keresőre gondolok, vagy a por és időjárás álló váz, illetve már ebben a pici modellben is van például mikrofon kimenet, vagy forgatható LCD, ami ugyan nem profi, de nagyon jól jön, akár így a belépő szériában is. Természetesen nem maradhatott ki a Wi-Fi NFC sem, sőt, timelapse-et is csinálhatunk ezzel a fénykép képezőgéppel, és már akár mínusz három fényértéknél aktiválódik az autofókusz rendszer, úgyhogy elég érzékeny, viszonylag sötétben is működőképes, Sőt, a Pentaxnál ugye egy alapkoncepció, hogy a gépekbe építik a stabilizátort, ebben is a gépbe van építve, vagyis bármilyen objektívet teszel az elejére, az stabilizátoros lesz, hiszen a szenzor elmozgatásával érik el a remegés gátlást. Ebben egy három és fél fényértéket rásegítő, belső, beépített szenzormozgatásos stabilizátor van hogyha a korábbi gépek számozását kéne néznünk, akkor ugye ez lenne az ezres széria, a KS. Százas széria már nem nagyon van, helyette van viszont tízes szériánk, ami a K10D és K20D után jókora kihagyással, több év kihagyással a K30-ban folytatódott, de igazából a K30 nem volt annyira utódja a K20-nak, mondjuk csak valamilyen szinten távoli rokonságban álltak egymással, majd a K30 után jött a K50, és most az új modell a K70, vagyis új, hát nem annyira új, de egy-két évvel ezelőtti modell a K70, ami már 24 megapixeles, szintén APS-C szenzort kapott, és persze ebben is megvan az aluláteresztő szűrő szimulációja, sőt, mivel ugye mozgatható ez a szenzor, ebben már megtaláljuk a Pixel Shift technikát, vagy technológiát, inkább technológiát akartam mondani. Szóval ez a pixel shift technológia, ez nagyon picit képes elmozgatni expozíciónál a szenzort. Nem így, nem így tologatja, csak így mutatom. Szóval nagyon picit pixelenként vagy fél pixelenként képes elmozdítani a szenzort, és természetesen így több képet készít, majd ebből a több képből készít egy végleges változatot, ami ennél a 24 megapixeles névleges felbontásnál sokkal részletgazdagabb képet jelent. Ennek persze van egy olyan hátránya is, hogy ezt mondjuk mozgó kép esetén, vagy nem is mozgó kép, hanem mozgó témát akartam mondani, mindig mást akartam mondani, de nem azt mondom. Szóval a mozgó téma esetén, hogyha valami gyorsan mozog a gépünk előtt, akkor nem annyira szerencsés, hiszen itt több kép készül, igaz, nagyon gyorsan, de több kép készül, és közben ugye a mozgó témák bemozdulhatnak a képünkön, de például tárgyfotónál, vagy reklámfotózásnál nagyon jól tud jönni ez a kis plusz felbontás. És itt is marha jó autofókuszrendszer mínusz három fényértéktől, 6 kép másodperces sorozat is érhető el, a stabilizátor 1 egész fényértékkel jobb, mint a kisebb modellben, por és álló, ezt már mondanom sem kell, ez is vesz fel videót, van benne mikrofon kimenet, 100%-os lefedettségű, ennek is a keresője, Wi-Fi NFC, Timelapse, Forgatható, kihajtható LCD nem maradt ki a 70-es modellből sem, ami mondjuk így az alsó középkategóriát jelenti jelenleg a Pentaxnál és e fölött a szint fölött kapott helyet az idei új modellük, a Pentax KP, ami nevében is jelzi, hogy egy picit ilyen kakuktojás, különálló az eddigi szériáktól. Igazán nem is nagyon lehet hová helyezni, de valahol a közép kategóriában van. A Pentax Fórum tesztje szerint, ami ugye a céghez egy elég közel álló média forrás, a Pentax K70 fölött van, de még az e fölötti modell, ami egyébként a K32 alatt helyezkedik el a KP. Fogadjuk el nekik, hogy ez valahol a kettő közötti modell. Ez is 24 megapixeles APS-C szenzort kapott, a szimulált aluláteresztő szűrő, a pixel shift ebből sem hiányozhat, ahogy a dönthető LCD sem, kapott egy leges, legújabb feldolgozó processzort, egy új remegés csillapító rendszert, ez is beépített, és ugye ami miatt nagyon szívesen hivatkoznak rá a tesztek, az, az eszméletlenül nagy érzékenység tartománya, ISO 819200-ig lehet akár emelni az érzékenységet, vagyis nagyon elbízta magát a gyártó, egy sötétben is jól működő gépet próbált piacra dobni. Nem csak próbáltak, hanem piacra is dobtak. A másik érdekessége, hogy 24 ezred másodpercig csökkenthető a záridő, ami általában a profi gépekben olyan 8 ezred másodperc, tehát ahhoz képest még másfél fényértékkel most megpróbáltam egy fejjel utána számolni, mert mi mással is számol az ember, ha nem fejjel, tehát körülbelül olyan másfél fényértékkel jobb, mint akár egy profi Canon vagy Nikon fényképezőgépbe. Természetesen ennek a hátránya, hogy ezt a 24 ezered másodpercet, ezt nem tudja mechanikus zárral, csak elektronikus zárral, élőkép funkciót bekapcsolva, de ez sem olyan rossz dolog picire tervezték ezt a gépet, tehát viszonylag kompakt méretűre, sőt az egyik érdekessége, hogy cserélhető a markolata is, attól függ, hogy miért tartunk mi kényelmesnek. Jelenleg háromféle markolat érhető el hozzá, és azt pattintjuk fel, amelyiket szeretnénk. Már említettem, hogy e fölötti modellünk a K3 Mark II, vagyis a második keresztés a K3-ból. Ez a első közép kategória vagy fél profi kategória az APS-C szenzoros gépei közül ez a Csúcs modellje a Pentaxnak Ebben is 24 megapixeles, szimulált uh, aluláteresztő szűrővel ellátott uh, természetesen. Ugyanúgy pixel shiftet és ugyanúgy remegés gátlást is tartalmazó szenzor kapott helyet, ami már 4 és fél fényértéknyit képes megfogni a remegésből. Az autofókuszrendszer ebben is már elég sötétben aktiválni tudja magát, mínusz 3 fényértéktől, 27 pontot választhatunk ki egyébként. Ebben már a sorozat teljesítmény is sokkal jobb, mint az előzőekben, 8,3 képer másodpercet tudunk rögzíteni, hogyha sorozatot választunk. Videóban full HD, amit tud a gép, de 4K-t is érinti már a K3.2, hiszen 4K-ban tud timelapse videót rögzíteni, vagy timelapse sorozatot rögzíteni. A többi dolgot már nem is mondom, mert ugye, hogy Wi-Fi, meg GPS, meg kihajtható, 100%-os kereső, meg ilyesmi, meg por és az már alapnak számít, de ebben van például GPS is, és a profibaknak, vagy legalábbis akik Munkára használják a fényképezőgépüket. Biztos, hogy jó hír, hogy ebben a fényképezőgépben kettő darab SD kártya foglalat van, vagyis akár ugyanazt a képet két külön hordozóra menthetjük. És a kisfilmesek közül a csúcsmodell a körülbelül két éve bejelentett K1 modell, ami 36 megapixeles full frame szenzort kapott, vagyis az eddigieknél legalább kétszer nagyobb felületű szenzort, aminél ugyanúgy a szimulált AA szűrő, a Pixel Shift alapnak számít. ISO 200-4800-ig emelhetjük az érzékenységét, és a zárszerkezet egy igazi profi géphez méltóan 300 ezer expozícióval tesztelt ebben a képremegés gátlás még fejlettebb, mint az alacsonyabb szintű modellekben, legalábbis a Rico, a gyártó cég mérései szerint, ebben már 5 fényérték rásegítése stabilizátor kapott helyet, ami persze a szenzor elmozgatásán alapul. Ez a csúcsmodell a kisfilmes szériában, de ahogy említettem, a Pentax néhány éve kipróbálta magát a középformátumban is, és megjelenítették a 645D modelljüket, körülbelül olyan három évvel ezelőtt, talán 4 vagy három és fél, ami egy 40 megapixeles középformátumú, a nevéből egyébként, aki valamennyire így ismeri a középformátumot, már következtethet, tehát ez a 645, ez egyben a formátumnak a megjel megjelölése is. Eredetileg ez ugye 6x4,5 cm-es képméretet jelentett, természetesen ez Ennél jóval kisebb, mert ha jól emlékszem, és jól emlékszem, mert fel van nekem írva, akkor körülbelül 44 x 34 mm-es a szenzora, ami azért még így is jóval nagyobb, mint a 36 x 24 mm-es K1 kisfilmesé. Aztán ez a 645D nem sokkal később 645Z-re változott, ez már az új modell a formátumban, aminek 51 megapixeles, de ugyan ekkora méretű szenzora van, ez teljesen különálló objektív készlet vásárolható meg, úgyhogy a K-szériás objektívjeink nem fognak ezekkel muzsikálni. Hát így áll jelenleg 2017 végén a Pentax kasztrendszer, Remélem, hogy tudtam nektek segíteni, vagy akár egy-két érdekességet is elcsöpögtetni ide-oda. Aki pedig velem tartottanak, nagyon szépen köszönöm a türelmét, hogyha tetszett nektek a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, illetve, hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!